fel a kertészta. Mitől dagad meg? Erre mutatok kísérletet, ami a általános iskolás 3.-4. osztályosoktól kezdve 5.-6. osztályos, illetve 7.-8. is kiválóan bemutatható, alkalmazható kísérlet. Meleg víz van a főző pohárban, azért ebből egy picit kitöltök, és a meleg vízhez, fontos, hogy meleg legyen a víz, cukrot teszek, cukrot, cukros táptalaj és élesztő port. Tehát a friss élesztővel szoktuk otthon készíteni a tésztát, nagyon gyakran, de az instant, az élesztőpor mindig kézlé van, és jó is jön élesztőpor. Tehát meleg táptalaj, cukros, víz és élesztő. Már elindul a folyamat az edényben. Túl melegíteni nem ajánlatos, mert az élesztő gombák meghalnak. Ha hideg a víz, meg nem működnek, lecsökken az anyagcserje. A gombák táplálkoznak, tehát heterotrófok, nem önállhatóak. És táplálkozásukhoz szükség van ugye ilyen cukros táptalaj, szerves anyagra. Áttöltöm ezt a cukros, melegvízes, élesztőgombás táptalaj mindenestől a lufiba, vagy a PET palacba, és egy lufit húzunk rá, megkérem kolléganőmet, hogy segítsen ebben. Tehát én megfogom a PET palackot, ő pedig ráhúzza a PET palac szájára a kis légkörmöt, lufit. Úgyhogy középen legyen, hát úgyhogy középen legyen neki, legalábbis így van. És mivel ez nem azonnal lejátszódó folyamat, tehát idő kell ugye a kis gombák életműködéséhez, szaporodásához, táplálkoznak, szaporodnak, ezt meg tudjuk nézni mikroszkóppal is, egyszerű fénymikroszkóppal is a gyerekekkel, ahogy osztódnak és gyorsan szaporodnak ezek a kicsi gombák, mert nagyon kicsi méretűek. És egy jó 10 perc múlva megvizsgáljuk, hogy mi történik a lufival, amit a PET palac szájára húzott Katar. Visszatérve a mitől fúvódik fel a kertészta kísérlethez, az eredményt tapasztalhatjuk. Eltelt a megígért 10 perc, és nagyon szépen magától, anélkül, hogy bármit tettünk volna vele, csak félretettük, pihent, az élesztő gombás, cukros, meleg vízben, fejlődő széndioxid gáz, ugye a lufit felfújta. Centiméterben mérhető, ugye az 1-2 centis alapállapotban lévő kis léggömbő 8 cm-re duzzadt meg. És eznek még nincs vége. Ez még fejlődik, fejleszti a gázt, de buborékon látható, hogy buborékok képződnek, és a széndioxid gáz alulról fölfele tölti meg ugye a PET palac térfogatát, belső teret, és így jön föl a lufiba. És fél óra múlva, amit láthatunk a lufis kísérletnél, még jobban megemelkedik, megnő a lufink mérete, most már a 10 centit is meghaladja, és ami fantasztikus, a hab, a gázok, az élesztő gombák munkájától termelt ugye gázok, a hab mérete és gyönyörűen látható a változása. És a megnövekedett habbal, gázzal jobban felfogódik a lufi.